Na, hát akkor köszöntök mindenkit ebben a videóban, most ismét itt vagyunk egy videóval, viszont most egy újfajta videóval vagyunk itt, mivel ugye ilyen videót még nem csináltam a csatornámon, annyi lesz a lényeg, hogy ugye megnézzük a francia válogatott játékosait egyesével, úgyhogy nekik melyik volt az első FIFA-s kártyájuk, ugye a FIFA Ultimate Team-be, melyik csapatban játszottak, hanyas értékelésük volt, milyen pozíción játszottak, lehet, hogy volt pozícióváltás, meg ilyenek, de hogy adjak egy ilyen kis háttér történetet a videónak, ugye a francia foci válogatott bejutott a 2018-as Oroszország világbajnokság döntőjébe, és majd a horvátokkal fognak megküzdeni vasárnap, és ugye azt gondoltam, hogy tök érdekes lehetne, hogyha megnézzük ezeket a játékosokat, amelyek most ugye körülbelül ugye a foci csúcsán vannak, hát igazából akkor lesznek a csúcson, hogyha meg is nyerik ugye a VB-t, de mondjuk, hogy most is csúcson vannak, szóval hogy ezek a játékosok, akik így a foci csúcsán vannak, hogy honnan indultak, ugye mint már mondtam, hogy melyik csapatból, melyik pozíción játszottak meg ilyenek, szerintem ez tök érdekes, és ugye csak az első kártyát fogjuk megnézni, nem úgy fogunk, hogy átmenjünk végig FIFA-kon, hanem csak az első kártyát. Szerintem, hogyha minden kártyát megnéznénk, az rohadt hosszú lenne, és szerintem tök unalmas. És még azt leszeretném szögezni, hogy a belgák elleni kezdő 11-et fogjuk csak megnézni, szerintem az is tök hosszú lenne, hogyha megnéznénk a padot. Szóval akkor kezdjük is a kapus pozícióval, aki nem más, mint ugye Hugo Lloris, akinek az első FIFA-s kártyája egy FIFA 10-es kártya volt. Ugye akkor még az Olympique Lyon csapatába játszott, szóval ugye még Franciaországba, szóval ugye a szülő hazájába, és ugye már akkor is egy rohadt jó kártyája volt, szóval már akkor is egy 86-os kártyája volt, valamint ugye kapott egy upgrade-et is, ugye aminek következtében kapott egy 89-es kártyát, szóval mindenképpen elmondhatunk, hogy már akkor is egy rohadt jó kapus volt, ugye FIFA 10 során, szóval ugye 2010-ben 22 esztendős volt, egyébként ugye még FIFA 11-ben és FIFA 12-ben is a Lyon-ban játszott, aztán FIFA 13-ban igazolt át, ugye a Tatanemben is ugye akkor volt az első Tatanemes kártyája. Azután itt van a right back pozíción Benjamin Pavard, akinek az első FIFA-s kártyája egy FIFA 16-os kártya volt, akkor a Los Clear csapatába játszott, és hát nem valami jó kártyája van, szóval hát 67-es értékelésű és right back, viszont amúgy ez nem is annyira gáz, vagy nem is annyira rossz, hogyha azt nézzük, hogy akkor még csak 19 esztendős volt, szóval egy nagyon fiatal játékos volt. Egyébként a következő FIFA-ba, szóval ugye FIFA 17-be már el is igazolt, és a mostani csapatába, a Stuttgartba játszott. És ezután itt van nekünk Rafael Varane, aki az első kártyát FIFA 13-ba kapta meg, és már ugye akkor is a mostani csapatába, a Real Madrid csapatába játszott, ugye akkor ami nem volt rossz ez a kártya szerintem, az első kártyája az egy 76-os CB és arany kártya volt, szerintem az hogy tök jó amúgy, és annak ellenére is, hogy akkor még csak 19 éves volt, ezen kívül még volt kettő kártyája, volt egy 78-as inform kártyája, ami amúgy az se volt rossz egyébként, és egy 82-es Team of the Season kártyája, szóval mindenképpen elmondható, hogy FIFA 13-ban egy tök jó kis szezonja volt. Ezután következik a második center back, aki nem más, mint Samuel Umtiti, aki szintén FIFA 13-ba kapta meg az első kártyáját, viszont amúgy neki nem volt valami jó kártyája, mármint hogy ugye Varanhoz képest, hisz neki egy 70-es silver kártyája volt, és a szülőhazájába, a Lyon-ba játszott, szóval ugye Franciaországba is a Lyon-ba, és amúgy nem valami jó ez a kártya, mint már mondtam, viszont ugye fiatalabb, mint a Varan egy eszendővel, hogy ez így a mentségére szóljon. Egyébként FIFA 16-ba kapta meg ugye a Barszás kártyáját, mert ugye akkor igazolt a Barcelonába, viszont FIFA 16-ba azon a kártyán kívül még volt egy 80-as infogon kártyája is, valamint egy 85-ös Team of the Season kártyája is. És a következő játékosunk nem más, mint Lucas Hernandez, aki a francia válogatottban a left back pozícióban játszik. Az első kártyája neki FIFA 16-ban volt, és hát nem volt valami jó kártya, egy 66-os silver kártya volt, viszont neki is ugye a mentségére szóljon, hogy akkor csak 19 éves volt, szóval nagyon-nagyon fiatal volt. Ugye akkor is a mostani csapatában, az Atletico Madridba játszott. Szóval akkor lépjünk is át a következő játékosra, aki nem más, mint Paul Pogba, akinek az első FIFA-s kártyája egy FIFA 12-es kártya volt. Szerintem ezt a kártyát amúgy rohadt sokan láttátok, legalábbis én már többször láttam több oldalon, meg ilyen helyeken. Ugye ez egy 55-ös bronz kártya, ugye, és akkor a Manchester United-ba játszott, ugye a Manchester United-ba indult, aztán átment a Juventushoz, és aztán ugye visszatért a Manchesterbe, a United csapatához, és amúgy rohadt fiatalnak néz ki Pogba ezen a kártyán, szóval 18 esztendős volt, ugye, tényleg nagyon érdekes ez a kép itt a kártyán. Egyébként abban a FIFA-ban volt már egy 64-es Juventusos kártya is, szóval ugye abban az esztendőben ment át a Juventushoz,
és egyébként 13-ban már volt egy 77-es gold kártyája is, viszont ugye az első kártya 13-ban az egy silver kártya volt, tehát csak egy upgrade után lett gold Pogba. Ezután lépjünk át N'Golo Kanté-ra, ugye az első kártya FIFA 15-ben volt, és az egy 72-es KNS kártya volt, ugye a KN az egy francia kis csapat, francia első osztályba játszik, viszont ugye attól még ugye kis csapatnak számít szerintem, és ez nem volt valami jó kártya, viszont ugye abban az évben, szóval még ugye 2015-ben, vagy lehet, hogy 16-ban, nem tudom, ugye az annyi, hogy FIFA 15-ben átigazolt ugye a Leicester csapatához, és ugye 16-ban már meg is nyerte a Premier League-et, tudjuk a történetet, szerintem már minden foci rajongó hallotta, és ezután ugye már tudjuk tényleg, hogy mi is történt ezzel a fiatal emberrel. És ezután térjünk is át Kylian Mbappé-ra, és szerintem amúgy ő hasonlít Kanté-ra, mármint abból, hogy így szinte ugye semmiből jött, szóval tényleg így nem is nagyon ismerték, már ugye nyilván mivel fiatal volt, de szóval tényleg, hogy nem is nagyon beszéltek róla, nem is nagyon ismerték, és azután hirtelen nagyon-nagyon fel lett kapva, hogy mi ekkora nagy tehetség, meg minden. Ugye FIFA 17-ben volt az első kártyája, az egy 71-es left winger kártya volt, és hát nem volt valami, hát amúgy jó kártya volt, de nem annyira nagy szám volt, szóval ugye Silver képest jó kártya volt, de annyira nem volt nagy szám. Ugye akkor még amúgy Lottin volt ugye a kártyájára írva, és ez egész FIFA 17-en keresztül így volt. 17-ben amúgy tök sok kártyát kapott, ugye volt ugye 71-es kártyája, amiről már beszéltem, volt a 74-es esti inform kártyája, volt egy 81-es esti inform kártyája, ami ugye már arany volt, volt egy 84-es knockout stage, vagy Team of the Knockout stage-es kártyája, ami ugye egy BLS kiegészítéses szakaszos kártya, aztán volt egy 89-es SBC kártyája, ami ugye egy ilyen azt hiszem az év fiatal játékosa díjas kártya volt, és aztán volt egy 89-es Team of the Season kártyája. Ezután következik Antoine Griezmann, aki az első FIFA-s lapját FIFA 12-be kaptam meg, akkor még ugye a Real Sociedadnál játszott, és amúgy annak ellenére, hogy akkor még csak 20 éves volt, annak ellenére egy tök jó kis kártyát kapott, 76-os left winger kártya, szóval neki is az első kártyája egy arany kártya volt, ezen kívül ugye még abban a FIFA-ban volt egy 80-as left winger kártyája, ami egy inform volt, és egy 84-es left wing kártyája, ami szintén inform volt, szóval tényleg amúgy ő is tök jól kezdte így a FIFA-t, szóval tényleg már az első évében tök jó kártyái voltak, amúgy FIFA 14-ben volt az első atletikus kártyája, de ugye csak a FIFA végén. Ezután térjünk át Blaise Matuidi-ra, aki Hugo Lloris-szal egyetemben FIFA 10-ben kapta meg az első kártyáját. Szerintem ő a második és az egyetlen olyan francia válogatott játékos, mármint ugye a kezdőből, aki már FIFA 10-ben megkapta az első kártyáját. Az ő első kártyája egy 77-es arany CDM volt, szóval egyáltalán nem volt amúgy szerintem rossz kártya, viszont nem volt annyira fiatal, mert hogy 22 éves volt, ami fiatal, de nem 19 éves volt, nem 18, nem 20, hanem 22, szóval ő már kicsit rutinosabb játékos volt, és ugye akkor ugye Franciaországban játszott a AS Saint-Étienne csapatába, és ezután ugye 12-be igazolt át a Paris Saint-Germainhez, és ugye nemrég igazolt át ugye FIFA 18 során a Juventushoz. És át is térhetünk az utolsó játékosunkra ebben a videóba, aki nem más, mint Olivier Giroud. Ő is az első kártyát FIFA 12-be kapta meg. Ugye akkor még a szülőhazájában, Franciaországban játszott, és a Montpellier játékosa volt. Egy 76-os kártyát kapott, és amúgy nem volt, hát annyira nem volt annyira nagy szám kártya, de azután kapott egy informot, ami már 83-as volt, kapott egy upgrade-et, ami 80-as volt, és aztán kapott egy Team of the Season kártyát is, és végül kapott egy transferes kártyát is, mivel ugye eligazolt az Arsenal csapatába. Szóval, ja, amúgy ő az első FIFA-s kártyája során már 24 éves volt, szóval tényleg ő már idősebbnek számított, mármint ugye a többi játékoshoz képest. És ennyi lett volna szerintem így a videó, hogyha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy lájkot, és akkor lesz még több ilyen FIFA történelmes videó, vagy FUT történelmes videó, szerintem ez lesz így a sorozatnak a neve. Amúgy tényleg, hogyha sok lájk lesz rajta, akkor mindenképpen megcsinálom a mostani horvát válogatottat, aki szintén bent van a döntőbe, valami megcsinálhatom még az angol és a belga válogatott is, akik majd szombaton a harmadik helyért fognak küzdeni. De tényleg ennyi lett van ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!